Köszöntöm nézőinket! Önök kulturális magazinunkat látják, én Link Réka Anna vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. A Múzeum Érték. Idén is sok programmal készül a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum. Farsang. Számos hagyomány fűződik ehhez az időszakhoz. Hagyomány. Kortárs művészek festményeit tekinthetik meg az érdeklődők Szekszárdon. Egy város életében fontos szerepet tölt be a múzeum, hiszen a kulturális élet egyik fontos találkozóhelye. Idén is számos érdekes, izgalmas programmal készül a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum. A 2023-as év a Szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeum számára egy sikeres évnek számított. Az igazgató, Ódor János elmondta, a Covid miatti bezárások megnehezítették az intézmény helyzetét, ugyanis a kiállítótereket ideiglenesen be kellett zárni. Az újranyitás után a látogatók száma több mint 40 ezerre ugrott. Nagy jelentőséggel bírt az elmúlt esztendőben a Magyar Géniusz Vándor kiállítás, amely sok érdeklődött vonzott a múzeumba. A múzeumnak van egy alapfeladata a gyűjteményeknek a gondozásával kapcsolatban. Ugye gyűjtünk, megőrzünk, bemutatunk, feldolgozunk nagy közönség számára különböző formában. Ezt is azért tudtuk hozni, és megjelent a múzeumoknak a szokásos évkönyve, tehát tudományos értelemben is a múzeum tudott adni jeleket a külvilágnak, pályázatokat sikerült nyerni ebbe a témakörbe. Gyarapodott a gyűjteményünk, talán a raktárainknak a helyzete is egy nagyon picit jobbá vált, mert azzal is kellett azért sokat foglalkozni. Persze ez nem feltétlenül hurrá optimizmus, hiszen nagyon sűrű és nagyon telítettek a raktárunk, ez a múzeum egyik legfőbb problémája, de azért mégis mindig igyekszünk valahogy kicsit előrébb jutni ebben a területen is. Az intézmény 2024-ben számos érdekes és új kiállítással, programmal készült az érdeklődők számára. A múzeumnak 4 kiállítóhelye van, 2 irodalmi vonatkozás, a Babicsház irodalomháza, a Vármegyeháza, illetve a múzeumnak a főépülete. Ezek közül a megyeházán, illetve a múzeum főépületében vannak időszaki kiállítóhelyek, ahol tudjuk fogadni azokat a kiállítási anyagokat, vagy ahova saját magunk készítünk kiállításokat, és természetesen ez egyik fő szempont, hogy minden évben részben fogadjunk Tolna vármegyéhez kapcsolódó művészeti, történelmi érdekességeket felvonultató műtárgyakat, illetve a saját magunk is csináljunk Szekszárdon történelmihez, vagy Tolna vármegye történelmihez kapcsolódó tárlatot. És ez mind a kettő ilyen értelemben megvalósul. A Vármegyeházán 3 kiállítást tervezünk. Az egyik Balogh Sándor Péter szobrászművész és József Hasenöl festőművésznek a közös kiállítása lesz. Nyáron Weisz Béla grafikus művész, aki közelmúltban szekszárdi elismerést vehetett át. Őneki lesz egy kiállítása, az év végén pedig a Máriás Béla festőművésznek egy új anyagát ismerheti meg a közönség. A múzeum főépületébe viszont kihasználva a Magyar Géniusz Vándor kiállítás adta lehetőséget, miszerint itt felújításra került a múzeum földszintjén a folyosó, illetve 2 nagy terem. Ebbe a helyszínbe egy olyan új kiállítást tervezünk, ami valamikor májusban, júniusban fog megnyílni, és egy kerek évfordulóhoz kapcsolódik. A Gemenc nagydíj, az a legnagyobb kerékpár, ország legnagyobb kerékpáros rendezvény, 50 esztendeje indult el, és ennek apropóján a karöltve helyi sporttal foglalkozó szakembereket egy történeti, sporttörténeti kiállítást fogunk létrehozni, és nagyon reméljük, hogy a szekszárdiaknak a nagy örömére, hiszen ez is egy olyan hagyomány, egy olyan program, amire méltán lehetünk büszkék. A múzeum egyik alap feladata, hogy Tolna vármegye területén is ellásson nem csak régészeti feltárásokat, hanem muzeológiai segítséget is nyújtson az iránt érdeklődő közösségek, gyűjtemények számára. Ennek egyik ilyen sajátos és korábban eddig még nem létező új programja fog a 2024. év első felébe megvalósulni, a Nemzeti Művelődési Intézettel karöltve. 2 olyan kistérséget
választottak ki központilag, az egyik Dombóvári kistérség, illetve Simontornyi kistérségnek a különböző települései, ahova ilyen múzeumi szolgáltatás jelleggel múzeum andragógiai, tehát időseknek szólóan történeti előadásokat fogunk tartani, illetve múzeum pedagógiai, tehát fiatalok számára szóló előadásokat tartanak a kollégáim, illetve egy rollap kiállítást is fogunk vándoroltatni. A múzeum a tudományos tevékenységet folytatni fogja, a 45. évkönyve is megjelenésre kerül, ami a múzeológusok tanulmányait, valamint a Tolna vármegye történeteit foglalja össze. A tavaly évvégén megjelent 2021-es konferencia kötet, ami a török korban itt élő rácbalkáni népességnek a régészeti hagyatékával foglalkozik. Annak például most nem sokára február elején lesz Szekszárdon, majd később Budapesten egy kötet bemutatója. Ezen kívül szintén szeretném a nagy közönség figyelmében ajánlani a Magyar Géniusz Vándor kiállításnak a szintén a héten megjelent katalógusát, amit nálunk a könyvtárban az érdeklődők megtekinthetnek, tehát ez árusításra nem kerül, de azt gondolom, hogy nagyon szép kiadvány sikeredett, illetve folytatni fogjuk természetesen a hónap műtárgya sorozatunkat, és nem csak magukkal a minden hónapban elkészülő tárgyleírásokkal, hanem 4 évente csokorba szoktuk gyűjteni ezeket a tárgyakat, és önálló kiadvány formájába is megjelentetjük. A farsangi időszak vízkeresztnapjától január 6-tól hanvazó szerdáig a húsvét előtti 40 napos böjtig tart. Ebben az időszakban nincsenek egyházi, vallási rítusok, így ez a ciklus szabad időszaknak számít a vallási és a polgári naptár szerint. A farsang története évszázadokra nyúlik vissza. Főként a néphagyományok dominálnak ebben a ciklusban. A történelmi háttérről fontos tudni, hogy a farsang szorosan kötődik a tavaszi és a téli napforduló időszakához. Az ünnep lényegéről és jelentőségéről Fuchs Márta, néprajzkutató ad mélyebb betekintést. Az ókori népeknél, tehát akár az északi skandináv vagy a germán népeknél, akár a régi római görög népeknél, ez a tavaszi-téli napforduló ugyanúgy ilyen hatalmas mulatságokkal, ébő étkezéssel eltöltött időszaknak számított. A kora középkorban az egyház, tehát a katolikus egyháznak, illetve a keresztény egyháznak a szerepének a megnövekedésénél, ezek a tivornyák egy kicsit eldurvultak, és ezért betiltották őket. A farsang következő időpontja, amiről írásos forrásaink vannak, a 13. században jelenik meg megint a Európában. Tulajdonképpen a 13. század után már folyamatosan felelhető a farsangi népszokás, illetve a beöltözött maszkarás udvari főúri bálokról adnak hírt ezek a különböző történeti források, ami egész Európában jelen volt. Magyarországon a 15. századból Mátyás udvarából származó reneszánsz farsangok az első adataink. Ezek olasz hatásra jutottak el hozzánk. Ezzel szemben a polgári és paraszti farsangolás szokása sokkal inkább német hatásra alakult ki. A középkor folyamán a városok gyakorlatilag az egész, a polgárok az egész várost farsangi szintérnek tekintették. Tehát ha például itt gondolunk egy velencei karnevára vagy a riói karnevára, a városnak a szinterei, nagy főterei voltak, az előadásoknak a szinterei, a nézőket állandóan megpróbálták bevonni ezekbe a dramatikus játékokba, a mulatságba, a zenébe. Tehát vagy nézőként, vagy maszkos alakú résztvevőként általában a városnak, a falunak, az apraja nagyja részt vett ezeken a farsangi mulatságokon. A farsangnak a legjellemzőbb egyik tulajdonsága az magának az étkezésnek a bősége, és ezért, erre azért volt szükség, ez mint egy átviteli mágia működött. Tehát úgy gondolták a korabeli emberek, hogy azzal a bőséggel, amit megesznek a farsangi időszakban, az egész éves termésüknek, állatállományuknak a bőségét tudják elősegíteni és biztosítani. Ha belegondolunk, ennek volt egyébként egy nagyon komoly gazdasági oka is, hiszen a disznóvágások időszaka december, január, februárban, inkább január végéig lezajlottak, tehát ténylegesen egy olyan húsbőségben
voltak ebben az időszakban az emberek, amit bűn lett volna nem kihasználni. Így a különböző főzött húsok, mártásokkal, kocsonyák, gazdag orjalevesek, töltött káposzták, kolbászok, hurkák, tehát ezek a nagyon gazdag zsíros, húsos ételek jellemezték a farsangi időszaknak a táplálkozását, és ez mellett kifejezetten a gazdag zsírban, olajban kisütött fánkok, akár a szalagos fánkok, csöröge fánkok jellemezték még a táplálkozást, illetve a német területeken, Magyarország egyes részein az ostya sütés is ugyanúgy hozzátartozott a farsangi szokásokhoz. A néprajzkutató úgy fogalmazott, a farsang tágabb kultúrtörténeti kontextusban egyfajta szelep volt a társadalom számára. Ez a szakasz az elszabadult indulatok, a megfordított világ ideje is volt. Például a középkori forrásokban nagyon gyakran leírják, hogy a szegények gazdagoknak öltöznek, azokat az igazságtalanságokat különböző dramatikus játékokon megpróbálják ilyen színdarabszerűen megbosszulni, ami őket érte az életben. Az is igaz, hogy a farsangi időszakban a városokban a célegényeknek az őrködését, a városőrséget is mindig megkettőzték, mert azért az nem volt titok, hogy ez elszabadult indulatok, ez a felfordított világ, amikor mindent úgymond egy kicsit szabad volt tenni, durvább csínyeket meg lehetett tenni, több mindent megbocsátottak az elkövetőknek, de gyakorlatilag, hogy azért ezek szélsőséges méreteket is tudtak ölteni, és nagyon sokszor akár tömegverekedésekbe is torkoltak. Tehát volt egyfajta ilyen társadalmi szerepe is ezeknek a féktelen mulatozásoknak, illetve konkrétan ennek a farsangi időszaknak. A farsang legjelentősebb mulatságai az úgynevezett farsang farkára esnek. A farsang farka az a három nap, a farsang vasárnap, hétfő és a kedd. És tulajdonképpen azok a fajta temetések, amit abban az időszakban eljátszanak, akár a sokácok is, ez maga jelképezi valahogy a télnek a temetését, a tavasz eljövetelét, az élet felújulását, tehát a természet megújulását, tehát lehet egy kicsit azt mondani, hogy kvázi az életnek a győzelmét is jelképezi a halál felett. De ezek azok a szakaszok, amelyek, vagy ezek azok a történeti rétegek, amik nagyon mélyre a régebbi 2000 évvel ezelőtti archaikus időszakokba visszavezetnek. Tehát a különböző történeti, a különböző jelenségeket a különböző néphagyományokban meg lehet fogni történeti rétegeként, és azért ezeket mindig szépen le lehet fejteni. A farsangot jellemzik továbbá a dramatikus színjátékok is. Nagyon szerették mindenhol előadni. Az egyik kedvenc darab volt ebben az időszakban Cibere Vajda és Koncz királynak a története. Ez tulajdonképpen két ételnek a csatája. Cibere leves az egy nagyon szegény bőjti étel, egy erjesztett gabonából készített, zsír nélkül készített étel. A Koncz király, ugye a szólást is ismerjük, veszekednek a koncon, tehát ez egy nagyon gazdag húsos ételt jelentett. Kétszer is, többször előadják ezt a darabot, egyszer Vízkeresztkor, amikor Koncz király győz, egyszer pedig húshagyó kedden farsang napján, amikor ugye Cibere Vajda fog győzni, hiszen másnap hamvazó szerdával elkezdődik a 40 napos komoly bőjt. Ugyanilyenek voltak akár a dúsgazdagolás története, ahol a szegény koldus éhező beteg Lázár a gazdag háza előtt fekszik kín, tehát a Lukács evangéliumában olvasható, és miután Lázár és a gazdag is meghalt, derül ki a történet vége, hogy a Lázár ugye a mennybe jut, a gazdag, aki fennhordta az órát és nem sajnálta meg a szegényeket, a pokorra jut. Ebben az időszakban tehát jellemző volt a bőség, a párválasztás, a szexualitás, a bőétel és a mulatságok is. A Magyar Művészeti Akadémia akadémikus és köztestületi tagjainak kiállítása tekinthető meg Szekszárdon, a Művészetek Házában. A tárlat a hagyomány címet kapta. Thank you.
40 éves a Szekszárdi Művészetek Háza. Az intézményben ezúttal neves kortárs festők műveit tekinteti meg a közönség. A kiállításnak nincs különösebb tematikája. Baki Péter, az esemény kurátora elmondta, az egyetlen kitétel az volt, hogy a művek hagyományos technikákkal készüljenek. Ez is bizonyítja, hogy ezek az úgynevezett nem leírt, mert nem lehet leírni ezeket a technikákat, de mégis ugye a számítógép, az elektrográfia szélre lépésével egy picit, ha nem is háttérbe szoruló, tehát nem tudjuk követni azt a gyorsaságot, amivel az elektrográfia fejlődik. Létező dolog ez a fajta képzőművészet, és ugyanolyan fantasztikus és csodálatos műveket tudnak létrehozni, csak kicsit hosszabb idő alatt, mert fáradtságos, hosszabb munka megfesteni egy ilyen képet, mint számítógépen kitalálni, kinyomtatni, de ez egy fantasztikus műfaj, fantasztikus technikai bravúrok, kompozíciós bravúrok ezek, amiket a kollégák itt elhoztak és kitehettünk a falakra. A Munkácsi Mihály díjas festőművész úgy fogalmazott, a mai magyar kortárs festészet azon az úton halad, mint a világ egész képzőművészete. Napjainkban nem lehet elválni bizonyos tendenciáktól. Vannak művészek, akik ezt abszolút módon azonnal fel tudják dolgozni, illetve át tudnak állni. Vannak művészek, akik lassabban maradnak a konzervatívabb technikáknál, de azt azért tudomásul kell venni, hogy ez a fajta, tehát a festőművészet, a képzőművészet Isten igazából olyan nagyon nem változott. Ahhoz képest, ami a reneszánszban is létezett, annyiban változott, hogy különböző stílusok, tendenciák emelkedtek föl, és ezeknek a technikáknak, stílusoknak a képviselői ugyanolyan munkaszínvonalon készítik a munkáikat, mint a hagyományos ábrázoló festészet, az ábrázoló művészet. Nem egyszerű dolog ez egyébként, mert ugye az egyik leggyakrabban elhangzó mondat egy kortárs kiáltáson, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni. Na most ez egyrészt nem igaz, másrészt, ha még meg is tudná csinálni, nem jut eszébe. Úgyhogy azért ez egy nagyon komoly intellektuális, szellemi produktum, a plusz festészeti produktumon kívül. Baki Péter szerint a képzőművészet egyre inkább kezd tudománnyá válni, hiszen egy alkotónak sok mindent meg kell tanulnia, át kell olvasnia és át kell élnie ahhoz, hogy magas minőségi munkák szülessenek. Az, hogy a közönség mennyiben képes ezeket megérteni, befogadni, ez egy másik kérdés. Ugye most mely ez, hogy a művészettörténet oktatás abban marad, ami egy baromság, ilyet nem lehet csinálni, főleg nem így, de az az igazság, hogy a művészettörténet, tehát az általános gimnáziumi művészettörténet oktatás nem volt olyan színvonalú, nem tanított a megértésre, a művészet megértésére a diákokat, és ez az, amire baromi nagy szükség lenne, hogy kikerüljenek az egyetemekről, a gimnáziumokból, középiskolából olyan emberkék, akik úgy értő módon és kíváncsisággal fordulnak a művészetek felé, hogy megpróbálom megérteni, megpróbálom befogadni, akár érzelmileg, nem feltétlenül intellektuálisan, egyszerűen érzelmileg ezeket az alkotásokat. Tehát a zeneoktatásunk az egy picit ott is vannak gondok, de az egy kicsit előrébb tart. Tehát egy Bartókhoz, egy Kodályhoz, vagy ne adj Isten, egy Kurták Györgyhöz könnyebben fogadja be a hétköznapi ember ezeket a műveket, mert egész egyszerűen a zeneoktatásunk nagyon jó volt. A képzőművészeti, tehát az a fajta oktatás, aminek lennie kellene, hogy 4 éven keresztül egy középiskolába azonos időben tanulják történelemből, magyar irodalomból, zenetörténetből és képzőművészetből ugyanazt a korszakot, és tényleg megtanulják, és így egymásra épülve egy olyan helyzetbe kerüljenek, hogy könnyebben megértik a művészetet, könnyebben befogadják még azt a fajta művészetet, amire esetleg úgy állnak, hogy
hú, hát ezt én is meg tudnám csinálni. A kiállítás a Babits Mihály Kulturális Központ Kultúra Hete programsorozat záróeseményeként is szolgált. Azért is fontos a Művészetek Házában ez az esemény, hiszen egyre ritkább, sajnos el kell mondjuk, hogy hagyományos festészeti technika elevenedik meg itt a falakon. Ugye egyre inkább digitalizáltá válik a világ, egyre több olyan jellegű tematikus kiállításunk van, amelynek félreértés ne essék, ugyanúgy örülünk, de azért valahol az akvarell, az ecset, a festék, a vászon azért mégiscsak egy évezredes hagyományokat elevenít fel, és nekünk különösen fontos az is, hogy az itt a kiállítás látogató gyerekek, diákcsoportok is láthassák, hogy nem csak a 14., 15., 16., 17. és folytathatnám még régebbi évszázadokban lehetett még hagyományos technikával találkozni, hanem most a 21. században is. A Kultúra Hete során színes programokkal várta az intézmény az érdeklődőket. Már maga a megnyitó is egy igen emlékezetes pillanatot vázolt fel nekünk, hiszen Foltin Jolán, a magyar néptánc művészet és alkotó művészet talán egyik legjelesebb tagjának állítottunk emléket egy fotókiállítással, azt éppen másik kiváló korábbi vezető Matokné Kapási Júla nyitotta meg, szintén nagy öröm volt számunkra, de említhetném a másnap, múlt hét pénteken megvalósuló Mésző Miklós emléknap 21. alkalommal volt itt a Művészetek Házában, amely szintén a magyar irodalom legjelesebb alkotóit, legjelesebb személyiségeit hozta ide hozzánk, és talán, ha már itt vagyunk a Művészetek Házában, kiemelném még azt a kiváló zongora hangversenyt, amelyen egy bátaszéken született, évtizedekig Németországban tevékenykedő, de újra hazatért Európa hírű zongoraművész Ács József és kiváló operaénekes fúvola művész felesége Palatinus Violetta tartott. Én azt gondolom, hogy nagyon színes program volt, és akkor zárásként, ami megint csak nagyon fontos volt számunkra, hogy egy olyan gálaműsort is tartottak a Babitsban működő csoportok, amely bemutatta, hogy Szekszárd igenis a kultúra fellegvára továbbra is. Úgyhogy mi szeretnénk ezt a következő években hasonló módon újra megrendezni. Pirk László számára fontos a festőművészeti hagyományok megőrzése. Én olajjal festek, de szeretem a litográfiát, részkarcot, és kicsit korábban, hát nagyon korábban, amikor diák voltam, akkor a murális technikákkal is megismerkedtem, a freskó, szekkóz, grafitto, mozaik. És valahogy annyi lehetőség van ezekben az anyagokban, technikákban, hogy most már kicsit az idő elteltével még mindig úgy érzem, hogy még rengeteg minden nem próbáltam ki, még nem aknáztam ki ezeket a lehetőségeket. Elmondása szerint a saját művészetében a linearitásnak nincs sok szerepe. Vannak olyan képei, melyeket 25-30 éve kezdett el, és csak most fejezett be. Most csináltam egy sorozatot, ami egy nagyon régi témavilágomnak a újrafeldolgozása. Ez nekem a természet nagyon fontos. Általában a képeim úgy indulnak, hogy valami megérint a természetben. Ez lehet erdő, lehet vulkán, a víz, ezek a saját városom vagy utazásom során átélt élmények. Ezek megérintenek, és ebből később továbbfejlődve alakulnak ki a kompozícióim. Ilyen volt például, amikor Szicíliában a Strombolin, hát Strombolira felmásztunk nagy nehezen, ez egy óriási salakhegy, és működő vulkán a kráter fölött voltunk. Ugyanakkor szintén Szicíliában láttam a szirakuzai görög színházat. És valahogy ez egy metaforával alakult bennem, az lett a sorozatom címe, hogy Kráter Színház. Mert amíg a természet elementáris ereje a kráterben dübörög, a mi kultúránk, civilizációnk viszont a görög színházban
ugyanolyan elementáris erővel jelent meg. A Művészetek Házában Merre indulnak útjaink című 2018-ban készített művét tekinteti meg a közönség, melyet Olaszországban tett utazása, azon belül is egy olasz kisváros Amalfi inspirált. A hegy oldalában alul egy patak befolyik a tengerbe, tengerből, és a házak úgy kúsznak fel a hegyre, hogy nincs külön ház, hanem összeolvadnak a házak, és a házak között különböző lépcsők, különböző utak mennek szinte labirintusszerűen. És hát ez adta a témát, amit aztán én persze kiegészítettem más motívumokkal is, tehát ez nem Amalfiról egy tájkép, hanem onnan ered a gondolat. Általában a jelképességre törekszem, tehát ennek is a témája jelképszerű. A tárlat 2024. március 23-ig vasárnap és hétfő kivételével 10 és 17 óra között tekinthető meg, a belépés díjtalan. Kulturális magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!